Újpest Központ, végállomás. Sziasztok! Ez itt az Újpest Központ Podcast. Lukovics Andrással és Fekete Balázssal. Egy szomorú hírrel kell kezdenünk. A legutolsó felvételünk volt az Újpest tábor elvesztette vezérszurkolóját, Szőkét. És hát igazából mindenki, nem csak az újpesti szurkolók, hanem az egész magyar futballtársadalom gyászolta őt, illetve megemlékezett róla a múlt héten, és mi is szeretnénk mindenkinek, az egész családnak, illetve a hozzá közel állóknak őszinte részvétünket tolmácsolni. Igen, nyugodjék békében, és legyen neki könnyű a föld. És mindemellett, ugye sor került a 235. derbire is. Ezen a mérkőzésen is megemlékezett a tábor Szőkéről, és egyébként igen, abszolút pozitív, hogy a derbin mindenki tapsal emlékezett rá. Igen. Klub hovatartozástól függetlenül, meg ugye folyamatosan egész hétvégén láttuk a különböző fényképeket különböző stadionokból, hogy gyakorlatilag mindenhol megemlékeznek igen. rá, és ez rendkívül sportszerű, és megsüvegelendő. Illetve hát magáni a gyertyagyújtáson is eljöttek régi motoros fradisták, és ők is tiszteletüket tették, lerolták tiszteletüket előtte. Úgyhogy ezért le a kalappal. Respekt, tényleg. Jó, hát térjünk át a derbire, ami sajnos ugyancsak nem volt pozitív a mi szemszögünkből, de azért kicsit ásunk mélyebbre ebben az egészben. Ugye másmilyen kezdővel futottunk ki, mint az előző meccseken, illetve nyilván mindig minimális változás történik általában. Bielos a kezdőbe került, ezt én személy szerint egyébként nem értettem a kezdő sípszó előtt, és végignézve a mérkőzést a záró sípszó után sem feltétlenül értettem. Mondom mindezt úgy, hogy egyébként az Insta Index szerint talán a második vagy harmadik legjobban teljesített ezen az összecsapáson. Nekem ez annyira nem szúrt szemet. Neked? A számok néha hazudnak. Én igazából értettem a gondolatmenetet mögötte, ugye kikerült Mitro és Diaby is a kezdőből. Gondolom itt emögött az volt ugye a szándék, hogy kicsit gyorsítsunk a csapaton. Ne legyen az, hogy átfussanak rajtunk feltétlenül a középpályán. Egy kicsit stabilabbak legyünk. Hát igen, megint visszatérünk ugye a padnak a rövidségéhez. Tehát, hogyha mondjuk lennének a Mitro mögött tényleg kaliberben hasonló minőségi játékosaink, akik esetleg 5 évvel fiatalabbak nála, akkor őt is lehetne esetleg pihentetni nyugodtabb szívvel az ilyen meccseken. De egyébként szerintem a másik oldalról viszont ugye 70. percben szállt be, és mármint a Mitro. Mitro, igen, és szerintem ebben a szerepkörben jó egyébként. Tehát ugye tudjuk, hogy ugye fél óra volt hátra, szűk fél óra, és egy szűk fél órában azért oda tudja tenni magát, még szerintem elég intenzíven. Igen, de hogy pont látható volt az a, vagy igen, nem tudjuk, hogy mi történik akkor, hogyha ő fut ki kezdőként a pályára, de hogy azért változott a játékképe, amint ő pályára lépett. Igen. Hátul meg ugye kikerült Diaby, és ő, hát Csongi volt a helyén. Igen. Aki egyébként a mai napon hogy azon ugye a derbi napján csapatkapitányunk is volt, és szerintem felnőtt a feladathoz abszolút. Abszolút. Tényleg vezére volt a csapatnak. Minden szempontból vitte a primet, szerintem nagyon agresszívan is játszott, hasznosan játszott, szóval le a kalappal, ahogy így beszéltük is így a barátokkal, szerintem nagyon sokat fejlődött ebben az évben. És néha tényleg kritizáltuk még a szezon első felébe, de be kell vallani tényleg. Tehát ez látszik, hogy szerintem most arra jobb játékos lett, mint fél évvel ezelőtt volt. Hála Istennek! Csak így tovább.
Egyébként azért említsük meg, hogy az NB1 legdrágább keretével mértük össze tudásunkat. Itt csak hogy az arányokat szoktunk erről beszélni, a mértékadó transfermárk alapján dolgozunk ebben az esetben. A Ferencváros 44,8 millió eurót ér, míg mi 8,5 millió eurós kerettel állunk fel, amiből fontos, hogy a Kádár 850 ezer, aki ugye az NB3-at erősíti, ha éppen egészséges. És az én megítélésem szerint ez a különbség immáron, hogyha a Kruscsics érát nézzük, mert ugye ez volt a második derbije, egyik mérkőzésen sem látszódott ez a brutális különbség, ami nem ránk nézve kellemetlen. Ezt azért jegyezzük meg, hogy az immáron 33. bajnoki címét szerző egyesület ilyen brutális plusz anyagi lehetőségekkel és költségvetéssel bizony eléggé örülhet, hogy nem x-eltünk le, illetve az első idei derbin is épp, hogy egy szerencsétlenül megpattanó lövéssel meg tudott minket verni. Szóval a pénz nem minden, szokták volt mondani, ez ebben az esetben is igaz, és hát nem tudom, hogy mennyi pénz kéne ezekbe beleönteni még, hogy le tudják uralni az NB1-et, mert hogy legyünk őszinték, még az NB1-et sem tudják. Tudtuk, hogy nagy eséllyel ők nyerik meg a bajnoki címet, ez tiszta volt a rajt pillanatában. Már csak azért is, mert a számok néha nem hazudnak, például ebben az esetben, hogy igen, brutálisan nagyobb merítési lehetőségük van játékosok területén, azonban tényleg nem, ez nem jelenti azt, hogy annyival jobbak. Igen, hát igazából ugye azt szokták mondani, hogy tehát ezek a különbségeket ugye könnyebb eltüntetni, mint kidomborítani, viszont egy hatszoros értékű keretnél azért jobban ki kéne domborodni a különbségeknek, hogyha ha így nézzük. Ami szerintem pozitív mód az, hogy szerintem tök jó mentális állapotban kezdtük el a meccset. Tehát tudtuk, hogy milyen rendezvényen vagyunk konkrétan. Mert ez nem árt. És ezt sokszor hiányoltuk, ugye például most az elődöntőben is, hogy a kupa elődöntőben is, hogy mintha nem lett volna meg a bugi a srácokban, de ezen a meccsen megvolt. És tényleg élesek voltak, tudták, hogy miről van szó, és ugye ebből következett például az, hogy az elején sikerült vezetést szereznünk. Igen, bocs, annyit még azért jegyezünk meg, hogy tök jó volt a koreó a meccs előtt, meg hogy igazi szuper derbi hangulat volt, úgyhogy ezért abszolút, bár egyébként ezt meg már megszokhattuk. Nekünk van a legjobb szurkolótáborunk. Így van. Lehet, hogy nem csak az országban, hanem az egész világon. Úgyhogy végülis ebben nincs meglepetés, de mindig jó látni, meg hallani, meg átélni. És egyébként igen, és néha le is voltak szurkolva. Ki? Elég. Kik? Hát azok. Jó, oké. Okay. Az aranymezbe. Igen, az aranymezre térjünk ki, hogy aranymezben pályára lépni annyira arcspirituan kellemetlen, szerintem, úgyhogy még nincsen meg a bajnoki cím, hogy el kell mesélnem, hogy a mérkőzés közben mindenféle chat csoportokban benne vagyok, és folyamatosan rezeg a zsebem, és hogy érkezett olyan üzenet egy olyan személytől, aki nem nagyon foglalkozik a honi labdarúgással, de ellenben a Real Madridot szereti, hogy ő azt írta, hogy tudván, hogy ezek a szerencsétlenek aranymezben léptek pályára, ennyire biztosak magukban, hogy ebben az esetben még ő is az Újpestnek szurkol. Szóval ennyit teszem az aranymezről. Gyorsan egyébként fussunk át, hogy mi is történt a mérkőzésen. Ugye az 5. percben buktatták Beridzét a 16-oson belül, amiért a okos karakú büntetőt ítélt. Ezt helyesen tette. A 11-es pedig Zizivadze higgadtan
a bal alsó sarokba helyezte. Dibusznak esélye sem volt. Bár egyébként igen, az az igazság, hogy Budu is olyan formában van, hogy el tudjuk várni, hogy belőjön egy 11-est. És azt hiszem, hogy ez volt a 10. gólja a Újpest mezben. Igen. Nekem ennek nem néztem utána, de azt hiszem. Igen. Aztán a 19. percben Boli elvitte az alapvonalig a labdát, majd keresztbe passzolt, és itt jön a kérdés, hogy a Castrati hibázott-e, mert ki tudta volna elrúgni a labdát, vagy sem. Hát. Nyilván egyéni felelősséget nehéz, vagy nem is sportszerű vitatni, de lehet, hogy lett volna lehetősége, hogyha egy kicsit gyorsabban kapcsol, igen, hogy ne fusson el keresztbe a labda. Ott. Mindegy, tök mag egyenlített, mondjuk így, majd pedig a 39. percben Vécsei révén megszerezte a vezetést, ősi riválisunk. Milyen szépen foglalkoztál. Így 2-1-es előnyben vonultak az aranymező srácok szünetre. Egyébként azt jegyezzük meg, hogy minthogyha a vezetőgól után egy kicsit visszább estünk, vagy vettünk, vagy valami ott történt, mintha megszűnt volna a határozottság. Igen, nem voltunk elég határozottak abban a periódusban. Voltak egyébként igen egy szakaszok, amikor ők domináltak, de viszont voltak olyan szakaszok, amikor mi domináltunk szerintem. Igen. Erre lehet azt mondani, hogy ez egy olyan mérkőzés volt, ahol mindkét csapat nyerhetett volna, de én is sokkal jobban örültem volna, hogyha mi nyerünk. Nyilván. De ha meg őszintén akarunk lenni, akkor a döntetlen az nem is az, hogy sokkal igazságosabb lett volna, hanem karakó. Na mindegy. Erről majd még úgy is beszélünk. Ugye a második fél időben volt a Kroáziának két nagy helyzete. Az egyik az, amikor a Dibusz öntudatlanul hárított. Igen. Hát azt igazából bárhol lövi, az gól. Igen. Bárhol máshova. Az egyik egy gyönyörű mozdulat volt. Abszolút. Kroázi az továbbra is a keret egyik legnagyobb erőssége. Tök jó. Őt is meg kell tartani. Tehát akárki is fogja végül átvenni szeretett klubunkat, ami reméljük egyre hamarabb meg fog történni. Most már azt üzenjük neki, hogy a Kroázét, a Beridzét és az Izivádzét meg kell tartani. Ez a hosszú távú siker egyik kulcsa. Igen, ez szerintem egyértelmű mindenki számára. A 93. percben még volt egy kiállítás a zöldek oldalán. Igen. Igen, és aztán pedig a hosszú-hosszú hosszabbításba a Kroázi rúgott egy gólt, amit a B karakú felülvizsgált, és aztán végül hosszas húzavona után nem adott meg. Mi a véleményed erről a gólról? Hát amikor ugye belőtte a gólt a Kroázi, hát ugye egyértelműen nagyon örültem. Ugye a bajnokváltás elmarad, stb. Aztán elkezdték visszajátszani, és ugye mutatták, hogy ugye hozzáért a Kroázinak a kezéhez. Ugye hátulról érkezett a labda, több más irányba állt, és akkor ott ugye elkezdődött ugye ez a szabálykönyv értelmezés, stb. Én körülbelül a meccs lezárása óta, vagy lefújása óta már háromféle verziót olvastam, hogy akkor most ez a Kéz kereste a labdát, a labda kereste a kezet. És akkor, hogy a támadójátékos kezezését azt máshogy kell értelmezni, mint a védőjátékosoknak a kezezését, akkor ezt a szabályt megváltoztatták, tehát ez 2 évvel ezelőtt volt, tavaly megváltoztatták ezt a szabályt, és idén még megint nem fogják majd változtatni ezt a szabályt. De most elvileg... Most elvileg, hogyha ha jól értem, amit mondasz meg, amiket olvastam, tehát a következő idényben ez már gól lett volna. Ha jól értem, ez akkor igen, viszont most, ha...
Azt kell mondanom, hogy Croazigúja megelőzte a korát. egy szezonnal. Egy szezonnal, ja. Viszont a mostani állás szerint ez sajnos kéz volt. Tehát ezt vissza kellett, hogy fújják. Tehát ezt azt mondják, hogy ugye a támadó játékos, hogyha hozzáér a kezéhez a labda, akkor az nem gól. Ja, hát sajnálom. Sőt, hát én sajnálom, csak igazán. Hát meg szegény Kroázi sajnálja, mert tök szépen bekusoltatta a Afroditábor. Igen, azt tetszett nagyon. Egyébként emlékezünk meg arról is, hogy a Banai nagyon nagyokat védett. Uh-huh. Tehát, hogy most nagyon jó formában volt, amire szükségünk. Egyébként ő is szerintem fejlődik. Valahogy érzem, hogy érzi a bizalmat, és ez jó az önbizalmának. Jó. Hát én most erről a mérkőzésről mondom, hogy abszolút jól védett, és... Igen. És nem rajta múlott, mondjuk így. Úgyhogy sajnos bármilyen fájú ki kell mondani, hogy bajnok lett a Ferencváros. De ahhoz képest, hogy mennyi pénz van beletolva, ez nem győzöm hangsúlyozni, ez nem volt túl meggyőző szerintem ez a bajnoki teljesítmény, és lehet, hogy ez még a konfetti ligában is kevés lesz. Hát igen, most ugye elvileg negyedszer lehet a sorozatban. Igen, és tegyük hozzá, hogy ilyen viszonyok között lettek negyedszer bajnokok, és így ezek a szerencsések azt hiszik, hogy így történelmet írnak, miközben így hát iratják velük. Igen, és igazából minden ilyen bajnoki cím mellé egy csillagot kéne tenni körülbelül. Tehát ők ugye azzal példáloznak, hogy ugye az Újpest a 70-es években, illetve a Kispest az 50-es években, hogy mennyire nyomták őket. Na most annyit szeretnék csak így hozzátenni, hogy akkor kommunizmus volt. Igen. Tehát egy olyan korszakkal hasonlítják össze ezt a mostani korszakot, ami ugye kommunizmus volt. Igen. Na de ez már politika. De itt már demokrácia van is. Na mindegy, de hogy azért elég nagy jelentős különbség, hogy összevásárolgatsz-e mindenhonnan játékosokat, vagy pedig nálad játszik a Bene, meg a Zambó, meg a... Szóval kicsit más a sztori. Igen, meg olvasgattam így, most tényleg nem akarok már itt sokat lovagolni ezen a témán, de olvasgattam utána, hogy a Facebookon tudod, mindig megy ez a relativizálás, ugye ilyen az M4, meg az LSO-nak a fizetett hirdetésein gratulálnak nekik, meg ilyenek, és utánuk lehet csinálni című kommentek, stb. Tehát ez kicsit gusztustalannak tartom. Kicsit bicskanyitogató, de hát reménykedjünk, hogy a következő, mivel ugye úgy, hogy mint mondottam, 8,5 millió euró a mi keretünk, azért sosincs velünk könnyű dolguk, még így sem. Remélem annyit, igazából, hogyha 15 millió euróig felerősödünk, akkor ezt a 44 millió eurós csapatot. Háromszor fogjuk egy idénybe úgy passzra húzni, hogy majd csak néznek. Minden esetre, hát nem akarok itt láthatlanba előre tippelgetni, de valószínűleg jövőre is kétszer megyünk az Ülői útra. Nem baj. És ugye az egyenlő viszonyok tovább fognak folytatódni. Mindegy, ez van. De jövőre háromszor kell győzni. Na, egyébként mindenféle statisztikák szerint a Csongi lett a mezőny legjobbja. Igen. Ez fontos. Úgyhogy és abszolút... egyébként szerintem egyébként, hogyha mondjuk oda kéne adni valakinek a meccs embere díjat újpesti vonalról, akkor ő lenne az egyik. Abszolút. Nála a másik a Croazi egyébként. Igen. De szerintem a két georgiai támadónk is. Nagyot ment. Igen. Vessünk egy pillantást a tabellára. Így 29 forduló után a 6. helyen vagyunk. 39 ponttal. Szoros a mezőny. Nagyon szoros a mezőny, ami nem olyan jó, hogy egyébként a 3. helyen álló Puskás Akadémia 49 ponttal, tehát 10 ponttal van előttünk. Azonban a közvetlen riválisaink,
De ez az a baj, hogy lefele és felfele is igaz. Tehát, hogy egy-két pontok a különbségek. A Videótonnak 40 pontja van, a Paksnak 41. Azonban azzal a 41-re a Paks már a negyedik. Jó, mondhatok én is egy jó írt egyébként? Aha. Most már benn maradtunk. Igen. Matematikailag is. Ezt akartam én is mondani, de akkor nem mondom. Matematikailag bent maradtunk, úgyhogy megint nem fogunk kiesni. És egyébként a Vasas meg most már majdnem följutott. Ja. Aminek egyébként én örülök. És hogy kiesik ki, ugye az MTK az, nem tudom, hogy matematikailag biztos-e, de... Hát ott már ugye kiúgták a Mártont, elment a Polyák, aki ugye a klubigazgató igen, volt. Szóval igen, úgyhogy ők MB2... csatát feladták. Mert... Hát igen, itt a Gyirmót 27 ponttal áll, majd egyébként őt fogjuk fogadni május 1-én, és előtte a Honvéd 33-mal, azért az is elég sok, így hogy 4 forduló van hátra. Egyébként ez meglepő, hogy a Honvéd ilyen kerettel, ilyen lehetőségekkel 10. helyen van, és tehát így igazából kb. Itt is fog maradni. Igen, egyébként még igen, a góllövő listára is vessünk azért egy pillantást, Ádám Martin ugye 29 góllal lehengerlő teljesítménnyel gyakorlatilag kijelenthetjük, hogy gól király. Tényleg. Elég nagy összegben mernék rá fogadni, viszont azért, hogyha további szereplőit nézzük a góllövő listának, akkor Lukic, Mamé 13 góllal, Kodró 12-vel, és bizony negyedik helyen ott van igen, Zizivádze 12 góllal, úgyhogy, mivel egy góllal van előtte a góllövőlista második helyezettje, és 4 forduló van még hátra, én nagyon bízom benne, igen, hogy akkor át fog menni még ezen a hátrajövő mérkőzéseken, hogy oda fog érni Ádám Martin mögé 20 góllal. Igen. Figyelj, én egyébként még 4 gólt simán kinézek belőle. Négyet? Igen. Hát, igen, igen. Most ugye egy Irmot ellen kezdhetne rögtön egy duplával, az nagyon jó lesne. És kanyarodjunk rá a Gyirmót meccsre? Hát rákanyarodhatunk a Gyirmót meccsre, abszolút. Vagy van még valami? Nem. Kanyarodjunk rá a Gyirmót meccsre. Vasárnap a Gyirmótot fogadjuk 5 órakor a Szuszában. Kiváló május 1-i program. Igen. Elvileg ugye mindenki betározott ingyenjegyekkel. Igen. A Gyirmót a 11. Ugye? Igen. Ezt abszolút jól mondom, tehát a 11. Gyirmótot látjuk vendégül. Azt hiszem illő lenne győzni, sőt, igazából minden mérkőzésen illő lenne győzni. Én abszolút győzelmet várok. Tippelsz esetleg egy... 3-0. 3-0. Én mondok egy 4-et. 4-0. Jó. Az jó lenne. Viszont azt el kell mondanom, hogy neked kell képviselned engem a stadionban, mert az élet, egy másik stadionban az élet, úgy hozta, hogy a világ jelenlegi állása szerint én ezen a hétvégén nem az OTP Bankliga mérkőzését fogom követni, mert Nápolyba szólít az utam. Nápoli-Sassuolo mérkőzésre megyek a nápolyi szurkolók közé. Nyilván majd meglátogatjuk a Maradona emlékhelyeket, zarándokolunk. Imádni fogjátok. És remélhetőleg győzni fog a Nápoli. Videókat már láttam, egészen oltári hangulat uralkodik ott a stadionban, és igen, a kurvába szól a jegyünk. Úgyhogy az azt hiszem nagyot fog szólni. Na de akkor vegyük végig még, hogy milyen mérkőzések vannak hátra a bajnokságból. Tehát ugye először jön a Gyirmót itthon. Május 5-én ez egy hétközi forduló, Kisvárdára látogatunk idegenbe. Május 8 itthon fogadjuk a Fehérvárt, az lesz az utolsó hazai mérkőzésünk. És május 14-én idegenben Mezőkövesden búcsúzunk ettől az idénytől. Ezzel kapcsolatban csak 2 kérdésem van hozzád. Az egyik az, hogy hány pontot vársz ezen a 4 mérkőzésen, illetve, hogy hányadik helyre várod a csapatot ezáltal? Hát én úgy számoltam, hogy egy
10 pontot. 10 pont. Hol, kivel fogunk leixelni? Talán a Vidivel. Talán a Vidivel. Vagy a Vidi, vagy a Kisvárda egy X lesz. Igazából a 12 lenne az ideális, szerintem 12-től meg lenne a negyedik hely. És igen, akkor erre gondolom választatok a következő kérdéshez, hogy hol várjuk, hol várom magunkat. Jó. Én 12 pontot várok, én mindig maximalista vagyok, és ugyanúgy a negyedik helyre, mert nem hiszem, hogy a Puskás ne szerezne igazából a 2 pontot az előttünk álló 4 meccsen. Szerintem a Videoton meccsen fog eldőlni az, hogy ki fog befutni a negyedik helyre. Jó, hát reméljük, hogy mi leszünk azok. Ja. Mm-hmm. Úgyhogy hajrá, Lilek. Ezekről én ennyit szerettem volna mondani. Készültél-e mára? Hogy ne készültem volna. Csupa fül vagyok. Következzen az egyik kedvenc rovatom, miközben nincs is olyan sok. De ez mégis következzen, jöjjön egy újabb láthatatlan légiós. Na, most erre tényleg nagyon készültem. Tehát itt most úgy érzem, hogy a reális esélyem van egy pontszerzésre. Mm-hmm. Szóval, mai hősünk Észak-Macedóniába született. Akkor még valószínűleg Macedónia volt egyébként. Észak-Macedónia tetovó 1997. május 5-én, tehát most még egészen a jövő hétig 24 éves csatár, 1,80 centi magas, és magyar kupagyőztes és macedon bajnok. Na, szép. Elmondom neked, hogy ez a játékos egyébként nem annyira kutyaütő. Jelenlegi értéke 500.000 euró. Uh-huh. Nézzük meg, hogy alakult a karrierje. Igen. Tehát először is 2014-ben tesz róla elmítést a mértékadó Transfermarkt, ahol a Észak-Macedon Renova IFI-be kezdett. Egyébként a Renova az azt hiszem egy tök jó női csapat volt Magyarországon. Igen, a Renova vagy az mindig. Igen. Nem tudom, hogy most mi. A Femina volt, meg a Renova igen, volt azok igen. A jók, és a Renovában focizott, bocsánat, gimnáziumunk egyik volt testnevelő tanárja, Mester Kata Olimpia, aki női válogatott focista de volt. Nem a Feminában játszottak? Nem, ő a Renovában játszott. És a Melegeni? Játszott a Feminában? Szerintem igen. Lehet. A Femina játszott a Budai 2 László stadionban. Igen. Okay, ja. Jó. Elnézést, egy kicsit kikacsintottuk a női labdarúgás irányába, de a 90-es években egészen aktívan nyomon követtük a női labdarúgó bajnokságot, mint ahogy halljátok, hogy milyen statisztikai adatokkal rendelkezünk. Ahogy a női strandot, a bajnokságot is. Szóval, tehát akkor Renova IFI átment, fölment a Renova felnőtt csapatába, ahonnan 2017. augusztus 16-án pénzért leigazolta az Újpest. 75.000 euróért. Wow. Tehát ezt mondom, 2017, akkoriban azért nem sok játékosért adtunk pénzt. Ó, igen. De most elmondom neked, hogy azóta is ez volt az egyetlen alkalom, hogy érte pénzt adtak ki. Újpestben volt egy szezont, Újpestből visszaigazolt Észak-Macedóniába, a Skendiába. Skendia onnan eligazolt, most nézem a zászlót, ez szerintem Koszovó, FC Lapi. Igazán nagy múltú klubok. Az FC Lapiból fél év után visszament a Skendiába, ja igen, ez egy kölcsön volt, és utána a Skendiából visszament a Renovába, nevelő egyesületében. Eddig szép. Mostani szezonjában egyébként, amit az Észak-Macedon bajnokságban tölt el, 29 meccs, 13 gól és 5 gólpassz. Az jó. Tehát azt jelenti, hogy 184 percenként lő egy gólt. Megdörrenti a hálót. Az jó. Na, az egyetlen újpesti szezonjában a következő mutatókat produkálta. Összesen 13 meccsre nevezték, és az OTP Bank Ligában
ahol egyébként harmadikok lettünk abban a szezonban. Kezdőként nem lépett pályára, csereként is csak kétszer, és nem csinált semmit. Viszont a kupagyőztes menetelésbe, ahol ugye a Puskás ellen nyertünk a grupamába a végén. Amit múltkor jól megbeszéltünk. Igen. Igen. Az emlékezetes meccs, amire nem emlékszünk. Így van. Három meccset játszott, abból kettőn kezdő volt, egyen pedig csereként szállt be, és lőtt egy gólt, méghozzá a Vecsés elleni 5-0-ás győzelemből vette ki a részét. Hmm. És igazából ez volt az utolsó meccs. Meccse ebben a menetelésben. No de, nézzük, mit ír róla az M4. Hmm. A mértékadó M4. Így van. Újabb játékost igazoltak a lilafehérek. A macedón származású balszélső, a fővárosiak idei 14. szerzeménye, jelentette be hivatalos oldalán a klub. Az újpesti klub idei 14. igazolása a macedón támadó, aki az FK Renova csapatától érkezett a Megyeri útra. A mindössze 20 éves szélső játszott Macedónia U18-as, U19-es és U20-as korosztályos válogatott csapataiban is. 180 cm magas, és a jobb lába a technikásabb. Ostor. Írja a lilafehérek hivatalos oldala. Nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen nagy múltra rendelkező klubhoz írattam alá. Úgy érzem, hogy itt minden lehetőség adott számomra, hogy jobb és jobb legyek. Remélem, mi hamarabb rátalálunk a győztes útra, és sokszor 3 ponttal leszünk gazdagabbak a jövőben. Nyilatkozta az Újpest legújabb labdarúgója. Ez igen. Az a baj, hogy szerintem valami Z betűvel kezdődik a neve. Nem Z betűvel kezdődik. Ó, Istenem. Van még bármi segítség? Nincs. Elfogytak a szavak. Hát tudok olyanokat segíteni. Nem. A főváros az Skopje. Jó. Rafi valami... Nem, de össze-vissza tippelgetek. Nem tudom. Vesztettem. Tényleg? Yeah. Nem, nincs ez ennek. Az! Valami rémlik, de szerintem neki tipikusan olyan neve van, amit biztos, hogy nem olvast. Tehát leírva láttam, de nem olvastam el soha, hogy mi van odaírva. Egyébként nagyon közel voltál. Selmani Remzifaik. Oh. Gratulálok. Köszönöm. Selmani Remzifaik. Igen. Hol járunk? 12-2 Nem tudom, ennek utána kell nézni. Ez szép találat volt. Köszönöm. Hadd nézem már meg leírva a nevét. Várjál, kinagyítom, majd eltettem ilyen 3-as betűméretbe. Ó, igen. És mit mondtam, milyen betűvel kezdődik? Z? Z-vel. Aztán meg... Z volt benne, tehát hogyha... Igen. Szerencsekereket játszanánk, akkor... Igen. Jó, oké, gratulálok. Köszönöm szépen. Gratulálok, jár a pont. Ez szép. Én sem vagyok elég figyelmes. Mondjuk, legyünk őszinték, ő azért nem hagyott túl sok nyomot valóban. Hát nem, viszont utána egész jól beindult a srác. Jó. Akkor lehet, hogy végül is meglátták benne a benne rejlő potenciált az akkori scout hálózatunk, csak éppen nem, más volt a játékrendszer, amit játszottunk, hogy valami ilyesmi. Jó, minden esetre gratulálok a pontodhoz. Köszönöm szépen. Rád fért már. Remélem ezáltal visszanyered az önbizalmadat, és a következő alkalommal... Ez egy olyan kegyelem pont volt, mint a kegyelem bajnok avató a Ferencvárosnak. Igen, olyasmi. Jól van, hát köszönöm. Köszönöm, hogy megmutattad, hogy én sem vagyok tökéle. Én is köszönöm az élményt. Szuper, jó. Maradt-e még benned valami az előző fordulóval, vagy bármivel kapcsolatban? Nem. Szóval szerintem. Jó, akkor nagyon szépen köszönjük szünetre. Igen, nagyon szépen köszönjük a megtisztelő figyelmeteket. Jövő héten jövünk. A gyírmótot mindenképpen
le kell győznünk, és le is fogjuk. És te hétfő jössz vissza Nápolyból. Igen, hétfő jövök vissza Nápolyból. Jó, akkor kedden veszek fel. Igen, jó, megoldjuk. Akkor szerdán érkezünk. Úgyhogy szerdán érkezünk, addig is vigyázzatok magatokra. Hajrá, Lelk. Hajrá, Lelk, és csak az Újpest. Sziasztok. Ciao, ciao. Viszontlátásra.